Beatrixot hallhatjuk, amint trombitán játszik az este nyitó produkcióján. Ő volt az első beszélgető partner, aki hangszerész. Szakmájáról és mindennapjairól pedig nekünk is elárult egy-két részletet. Amikor pályaválasztás előtt álltam, akkor én nagyon erősen pszichológusnak készültem, és végül is úgy hozta a sors, hogy nem arra a pályára mentem, de ennek ellenére felvettek az egyetemre, de találtam egy ilyen lehetőséget, hogy van egy ilyen képzés, hogy hangszerész, és ez így nagyon megpiszkálta a fantáziámat, mert inkább vagyok műszaki beállítottságú, mint bármi más, és így hát a zene az mindig is az életem része volt, és így nagyon megörültem, hogy van egy olyan lehetőségem, hogy tudok úgy a zene közelében maradni, hogy nem kell mondjuk pedagógus legyek, vagy zenész, hanem a hangszerekkel foglalkozhatok minden nap. Gyakorlatilag azon kívül, hogy fogadjuk a kuncsaftokat, akik jönnek hangszert javítatni, azon kívül egész nap hangszereket javítunk, restaurálunk, szervizelünk, mosunk, ilyenek. Hát ami igazán jó ebben az egészben, hogy nincs két egyforma olyan hangszer, amivel foglalkozni kell, szóval hogy kimeríthetetlen a hiba lehetőségek száma, és mindig van valami új kihívás, amivel meg kell küzdeni. És hát én részfúvósokra szakosodtam, úgyhogy részfúvós hangszereket javítunk, de itt a horpadásoktól elkezdve a forrasztásokon keresztül, az egyszerű sima belső vízkőtelenítésen keresztül elég sok folyamat jelen van. Mezőgazdasági vállalkozó és lovakat képez ki Rohr Máté. Egy-két mondatban összefoglalta nekünk, hogy pontosan hogy is telnek a hétköznapjai, és milyen kihívásokkal kellett megküzdeni az elmúlt 4-5 évben. Minden ló más, ugyanúgy, mint az emberek. A tulajdonos megvesz egy fiatal lovat, ami nincsen kiképezve, megkeres minket, hogy mit szeretne vele, lovagolni szeretné, kocsiban szeretné hajtani, hobbi szinten, versenyszinten, megbeszéljük, hogy milyen szintig szeretné eljutatni a lovat. Mi azt a gondviselésünk alá vesszük, teljesen az etetéstől elkezdve a trágyázási mindent én és egy jó barátom csináljuk ketten, és igazából általában 2-3 hónapot vesz igénybe egy-egy lónak a kiképzése, attól függ, hogy a tulaj mit szeretne, milyen szintig szeretné eljutatni, de általában reggeltől estig ezt csináljuk. Igazából én 2009-ben kezdtem el a versenypályafutásomat 14 éves koromban, akkoriban még csak kis Tolna megyei versenyekkel, aztán onnan hál' Istennek sikerült eljussunk világbajnoki szintig. 5 világbajnokságon vettünk részt 2019-ig, 2009-től 2019-ig 5 világbajnokságon vettünk részt. Igazából ez a mindennapi életünket kitölti, és sajnos a Covid időszak keresztbe húzta a versenyzést. Ugye 2 évig nem voltak egyáltalán versenyek, és innen jött az ötlet, hogy mivel a lovakkal továbbra is szeretnénk foglalkozni, akkor bevezettük a lókiképzést az életünkbe, nagyobb hangsúlyt fektettünk rá, így jöttek a megkeresések, és egyre többet tudtunk ezzel foglalkozni, viszont most ez mellett szeretnénk visszatérni aktívan a versenyzésbe is.